2007 óta szolgálok itt a Szent Imre templomban, kántorként és organistaként, tehát most már 12 éve, ami tulajdonképpen a hétköznap esti miséken való kántori szolgálatot a hétvégi miséken való orgonálást jelenti. Ugye itt vasárnap 5 szent mise van a templomban, és tulajdonképpen mind az 5 teljes létszáma, tehát nagyon számos hívősereget számlál az egyházközség. A hangszer, ami mögöttem látható, ez 2009-től kezdve épül, egy mechanikus traktúrájú 29 regiszteres orgona lesz, ha elkészül, már csak 3 regiszter van hátra belőle. Ezt használjuk, itt évről évre épült és szépült a hangszer. Ezt használjuk a liturgián, illetve most már hangversenyek rendezésére is alkalmas tulajdonképp a hangszer és a templom. Nagyon befogadó közösség van itt, mind a hangversenyeket lelkesen látogatják, illetve a szentmiséken is nagyon szépen énekelnek a hívek és bekapcsolódnak a liturgikus zenébe. És ez mit gondol, mitől függ, mert tényleg egyik templomban éneklő közösséget találunk, a másikban pedig inkább hallgatják a előadást, idézőjeles előadást. Hát, hogy ez mitől függ, azt pontosan nem tudom, sok mindentől függhet. Itt talán úgy működik, hogy tulajdonképpen amikor én ide kerültem, már nagyon jó alapozás volt, úgymond, tehát nagyon szépen énekeltek a hívek mindig is a Szent Imrében. Ez egyfajta nyitottságot is megkövetel az embertől nyilván, hogy mennyire kapcsolódik be a liturgiával, énekkel is. Sok múlik persze a hangszeres, az orgona kísérettől is, hogy mennyire lélekemelő az, amit az ember csinál és próbál a legjobb tudása szerint művelni, és mennyire lelkesítő, és mennyire tudnak ebbe bekapcsolódni énekükkel a hívek. Ugye itt tehát különböző misék vannak, vannak diákmisék, van ugye a 10-es mise, a nagy plébánia mise, ahol rendszerint a templom szkólája is vezeti az éneket. Itt ugye a proprium tételek elhangoznak, introitus, kommunió és a többi tétel, és hát több szólamú kórus művek is elhangzanak az orgona mellett. És hát így áll össze tulajdonképp ez a szolgálat a templom szkólájával is együttműködöm, ugye velük is heti rendszerességgel van próba ott a plébánián. Másik szolgálata az a Brenner János Tudományi Főiskola keretei között történik. Ott pontosan mit csinál? Hát ott tulajdonképpen orgonát tanítok, illetve orgonaismeretet, tantárgyat. Ugye tulajdonképpen, ha nagy vonalúan fogalmaznak, akkor két terület az, ahol a laikus ember függetlenül attól, hogy hívő vagy nem hívő találkozik az orgonával, mint hangszerrel. Az egyik a liturgikus terület, a másik pedig a liturgián kívüli orgonakoncertek szervezése. Most már helyi szinten vagy országos szintű rendezvények is vannak erre egyre több Magyarországon is, ahol az orgonát lehet hallgatni. Itt a főiskolán kántorképzés folyik, tehát tulajdonképpen a hallgatókat a liturgián való szolgálatra készítjük fel. Ezt is lehet nagyon igényesen csinálni, és tényleg számos lehetőséget biztosít mind a katolikus szentmise, mind a, mondjuk egy istentisztelet most felekezettől függetlenül, hogy az orgonista hát kibontakoztassa a tudását, és hát improvizációval kitöltsön esetleg olyan liturgikus cselekmények alatti időt, ahol mondjuk nem pont alkalmas az idő irodalmat játszani, hanem akkor ott egy improvizációval kitölteni ezt az űrt. A népének kíséretre is, hát vannak ennek is különböző szintje, hogy ezt hogy lehet szépen csinálni. Úgyhogy hát a hallgatók a többi elméleti ágy mellett többek között ezt próbálják megtanulni és tökéletesíteni. Gyakran olyanok jönnek, illetve túlnyomó részt, akik már kántori szolgálatban állnak valahol, és a tudásukat szeretnék tökéletesíteni, egy kicsit kibővíteni az ismereteiket. És nem is olyan régen, a közelmúltban Salzburgban volt koncertje. Hogyan emlékezik vissza erre? Hát nagyon jó érzésekkel. Nem először jártam már ott. Ugye kórussal is voltunk többször, illetve szólókoncertem is volt már a Dómban. Ugye egy Dóm, illetve Székesegyház zene életét nagy vonalakban két személy igazgatja. Az egyik a Domkapellmeister, ugye a Cifra János, Dómka nagyúr. A másik pedig a dómorganista, hogy Heribert Metzger, a billentyűs programokat ő szervezi, az orgonakoncerteket, és hát az ő meghívásának tettem eleget most augusztus 20-án.
egy kérése volt, a program az szabad volt, a műsor összeállítás, kérése volt, hogy a nagy orgonán is mindenképp játszam. Azért hozzáteszem, hogy ugye 5 hangszer van a templomban, mindösszesen 7 billentyűs hangszer szoktak emlegetni, de a nagy orgonát ugye a nyugati karzaton találjuk, és mellette a kupolában még 4 orgona van. Ezek új hangszerek 1991-ből a keleti oldalon, a nyugati falon pedig 1995-ből velencei stílusú barokk hangszer, egy itáliai reneszánsz orgona. Tehát ezeket is meg lehet szólaltatni, illetve vannak olyan koncertek is, amikor mind az 5 orgona szól, természetesen nem egyszerre, mert ezeknek a hangolása az nem egymáshoz igazított, hanem külön-külön koncertáló és improvizatív műsort szoktak játszani ezeken a hangszereken. Nagyon nagy élmény maga a koncert, illetve a felkészülés a koncertre, ugye napközben nem nyílik lehetőség gyakorlásra, hanem amikor a turisták kimennek a templomból este 7-kor, akkor utána szabad a terep az orgonista számára, és akkor nyugodt körülmények között bezárkózva lehet készülni a másnapi koncertre. Ezért délben van ez a koncert, kimondottan turistáknak egy órás hangverseny.